Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából több helyszínen is állami kitüntetéseket, valamint miniszteri elismeréseket adományoztak. Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Szikora János, Jászai Mari és Nádasdy Kálmán díjas rendező, érdemes művész, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója. Magyar Aranyérdem keresztet vehetett át Zugor Zsuzsanna, a Szegényeket Támogató Alapítvány kuratóriuma, valamint az ECHO Innovációs műhely elnöke. Magyar Érdemrend tiszti kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Hervainé Szabó Gyöngyvér, a Székesfehérvári Kodolányi János Egyetem nyugalmazott rektor helyettese, rektori tanácsadója, főiskolai tanár. Valamint Hőnyiné Stefanides Éva, a Székesfehérvári Kodolányi János Egyetem nyugalmazott címzetes főigazgatója. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült Elsimon László, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás központi magyar kiállítása kurátora.